A CCB 6673 APM típusszámú AEG szabadon álló tűzhely, 60 cm széles, 60 cm mély és 85 cm magas készülék. Elektromos a sütője, és elektromos hagyományos kerámia alappal felszerelt főzőfelülete van. A készüléknél 4 főzőzónát látunk, amelyből a bal első körkörösen bővíthető, a jobb hátsó pedig oldalirányban növelhető az edény méretétől, formájától függően. A főzőfelületek vezérlő panelje ugye a homloklapon kapott helyet, a két bal oldalon lévő zónának a két bal oldalon elhelyezkedő sűjesztett gomb alatt lévő teljesítményszabályzója van. Ugyanez megvan a jobb oldalon a másik két főzőfelületnél. Ugye a főzőzónánál 9 fokozatban állítható a felfűtés erőssége, és azoknál a főzőfelületeknél, ahol bővíthető a főzőzóna, ott ugye el kell tekerjük a 9-es fokozatig a készüléket, ott egy rugó ellenében impulzust adunk, hogy megnövelje a nagyobb méretre a főzőfelületet, és visszatekerjük a használni kívánt hőfokra. Kisebb méretre való állítását ugyanígy következő impulzussal tudjuk véghez vinni. Ahol nincs főzőzóna kiterjesztés, ott viszont körbeforog gyakorlatilag a teljesítményszabályzó. A sütő vezérlését tekintve bal oldalon van a sütőfunkció kiválasztására alkalmas forgókapcsoló. Sütőfunkciókat tekintve a készülék tudja a gyors felfűtést, van benne hőlégbefúvás, ezzel egyszerre több tepsibe tudunk ételt készíteni, illetve benne van a pizza sütés és az airfry sütés, ami ugye egy olaj nélküli sütést tesz lehetővé. Alsó-felső sütés együtt, külön alsó sütés, nedves hőlégbefúvás, illetve egy gőzfunkció. A gőz segítségével a készülékbe elsősorban húsételek pékáru sütésénél, illetve tésztafélék esetében tudunk egy jobb, hatékonyabb végeredményt kapni. A gőzsütés funkcióiról még a későbbiekben szót ejtünk. Sütőfunkciókat, ha nézzük tovább, van benne egy felületpirításra alkalmas grill, illetve egy infragrill, amivel egy grillcsirke is elkészíthető, illetve a sütőre vonatkozóan található a készülékbe egy úgynevezett pirolitikus öntisztító rendszer, aminek az a lényege, hogy ha ezt bekapcsoljuk, akkor a sütő belső hőmérséklete 500 fokra felhevül, a sütő belső felületeire lerakódott szennyeződés hamuvá ízik, az a hamu lepotyog a sütő alsó részébe, és egyszerűen azt majd a program végén ki kell törölni. Amire ügyelni kell. Az öntisztító rendszer csak úgy indítható el, hogy kivettük az összes tepsit, kivettük a sütőrácsot, és kivesszük belőle még az oldalvezető simpárt is. Ugye emögött található egy mikrokapcsoló, tehát érzékeli, hogy amíg benne van, el sem indul maga a felfűtés. Jó, a sütőfunkciók végére értünk, így a másik sűjesztett gomb alatt a kiválasztott funkcióhoz hozzárendelhető ugye a használni kívánt hőfok, elektronikus vezérlésű, tehát a kijelzőn fogja mutatni azt az értéket, amit beállítottunk, 5 fokos pontossággal meg tudjuk ezt határozni. Középpen az óra, az elektronikus óra segítségével egyébként a sütő működési ideje is beállítható, be tudjuk azt is állítani, hogy mikor kapcsoljon be, mikor kapcsoljon ki, vagy arra is van lehetőség, hogy mi elindítjuk a sütést és beállítjuk, hogy hány percig működjön, majd álljon le az idő lejártakor, illetve mint egy tojásfőző óra is tud működni, beállítunk egy időtartamot, ott gyakorlatilag semmi nem történik a sütéssel kapcsolatosan a végén, csak egy figyelmeztető hangot ad a készülék. Ha a belső terét megnézzük, ugye alapfelszereltségként, amit a gyártó belecsomagol, az 2 tepsi, egy sütőrács, illetve az olaj nélküli úgynevezett airfly sütéshez egy speciális, egy ilyen rácsozott tepsi végül is. Erre kell helyezni a grillezni kívánt zöldséget, sütni kívánt krumplit, bármi egyebet, és akkor gyakorlatilag ezt olaj nélkül képes megsütni. 5 tepsi magasság közül tudunk a sütésnél választani, attól függően, hogy az étel mit kíván meg, vagy a recept mit ír elő. A készülék 4 rétegű ajtóüvegezéssel van ellátva, amit viszont nagyon könnyen szét tudunk szedni, könnyen hozzáférünk az üveglapokhoz egyenként is, tehát minden oldalról egyszerűen takaríthatóvá válik így. A sütő alsó részében pedig egy edénytároló fiók kapott még helyet.
Az elektromos főzőfelülettel ellátott készülékeknek a beüzemelését mindenképpen vagy a márkaszerviz, vagy pedig egy hivatásos villanyszerelő végezheti el. Ugye áramigényét tekintve ideális esetben 3x16 amperre van szükség, a 3x16-ból úgy oszlik ez meg, hogy 1x16 kell a sütőnek, 2x16 pedig a főzőfelületnek. A készüléket be lehet kötni egy fázisra is, de mindenképpen kalkulálni kell vele, hogy akkor egy vastagabb vezetékre van szüksége a villanyórától a készülékig behúzva, illetve korlátozottan fogjuk tudni használni. Nem tudunk egyszerre 4 főzőzónát használni a sütővel, előfordul, hogy áramigénytől függően előfordul, hogy csak 2 főzőzónát tudunk egyszerre üzemeltetni, vagy csak a sütőt, tehát korlátozott. Ideális esetben 3x16 amperre van szükség. AEG elektromos főzőfelülettel, elektromos sütővel ellátott készülék, 60x60 centis alapterülettel, airfry funkcióval, pirolitikus öntisztító rendszerrel.